Köszöntöm nézőinket! Péntek tehát Művészváros. A mai adásunkban a zenéjé a főszerep. Vendégül láttuk stúdiónkban Kapi Gábor nóta énekest, akivel a többi között a következő fellépéséről is beszéltünk, és Tímár Sárát, aki fellépett a Nyitott templomok hétvégéje eseményen. Tartsanak velünk! A magyar nóta generációkon át őrizte és közvetítette a magyar lélek legmélyebb érzéseit. Kapi Gábor nótás kapitánnyal nem csak fellépéseiről, a zenei műfaj varázsáról is beszélgettünk. Kezdjük rögtön azzal, csapjunk bele, hogy mikor és hol várjátok, milyen műsorral a közönséget. Igen, eljött a következő műsorunk ideje, ugye ez október 5-én lesz a Pest megyei, a Hamvas Béla Pest megyei Könyvtár Színház termében 15 órai kezdettel, és hát szokás szerint várjuk ide a kedves nézőket, a törzsvendégeket is, hát azokat is, akik még nem jártak itt, és te kedvet éreznek hozzá, szeretnék látni, hogy hogy zajlik egy ilyen műsor, azokat is nagyon szívesen várjuk. Milyen hagyománya van ennek? Tehát azért... Amit én látok és hallok, az az, hogy mindig teltházas, mindig nagyon színvonalas. Mi a titka ennek? Nagyon hosszúra múltra nyúlik, hát igazából még a 2000-es évek, 90-es évek, vége 2000-es évek eleje. Még annak idején a Helyőségi Klubban Hazadi Zsuzsa művésznő vezetésével, Honc János akkori klubigazgató, ők felkérésére kezdtük el szervezni ezeket a műsorokat. Akkor volt, hogy egy évben 3-4 is volt. Akkor még úgy működött, hogy asztalok mellett ültek az emberek, és közben fogyaszthattak, de a zenekar ugyanúgy cigán zenekaros volt. Aztán, mikor szegény Zsuzsa néni megbetegedett, és pont egy műsor előtt felkérte engem a Koncz János, hogy rendezzem meg én ezt a műsort, akkor én mondtam meg, hogy rendezhetjük, de csak úgy, ahogy én szeretném, és ekkor csináltunk színházat, talán még Irén Kemlészék is rám volt dolgozott, akkor még aktívan színházat csináltunk az étteremből. Először még nem volt, de második műsorunkon már dobogót is szerkesztettünk, világítást külön szerkesztettünk, és színház jellegűen ültek be a számozott cégekre az emberek, és innentől kezdve csak így hajtunk végre, és így szervezünk műsort. És majd próbálkozásunk volt a Pest megyei Könyvtár Színház terében, de hát ez az igazság, egy vagy két műsort sikerült ott csinálni. Azt követően volt egy hosszabb szünetünk, hisz akkor vették el ugye a Helyőségi Klubot, és ott azt hiszem 3,5-4 év szünetünk volt, és 2015-ben sikerült újraindítani a műsorunkat, az már akkor a Pest megyei Könyvtár Színház termében. 2015-ben már bevontuk a helyőséget, a Nyugdíjas Klubnak az Ezüstfény Együttesét, de akkor még saját rendezésen ment a dolog, és 2017-ben kezdtük el úgy, hogy a Nyugdíjas Klub rendezése már csináljuk, tehát bevontuk a Nyugdíjas Klubot, hogy mondjam, és így rásegít a Nyugdíjas Klub nekünk, és így kicsit könnyebb, mert többen szervezünk, akkor nem csak az én nyakamban van a szervezés, meg az egésznek a súlya, hanem most így egy kicsit megoszlik. És hát gyakorlatilag 2017 óta a pandémia kivételével minden évben kettő ilyen műsort szerkeztünk. Hát a színvonal, hogy miért ilyen a színvonal, hogy ez csak onnan ered, hogy mindig olyan énekeseket hívunk meg, akik ezt a színvonalat biztosítani tudják. Hát azt hiszem, talán meg lehet egy kezemen számolni, hogy hány olyan énekes volt, aki nem szerepel médiában. Tehát általában olyan énekeseket hívunk, akik valamilyen médiában már szerepelnek, ismertek, tehát tettek le az asztalra, és tudjuk azt, hogy ezt a színvonalat tudják biztosítani. Amikor én voltam, akkor egy konferencié is, ilyen illusztris vendég volt, és ugyanúgy a cigányzenekar a háttérben, akkor volt egy kis móka benne, volt nagyon színvonal a zenélés, és tényleg együtt lüktetett a közönség az előadókkal. Igen, hát a zenekarunk ugye, az nem mindig ugyanez, régebben először az Oláikreket hívtunk, majd aztán volt a Farkas József is, volt Johan János is, most utóbbi években a Nyári László is cigányzenekara van felkérve erre, tehát csak cigányzenekaros műsort csinálunk, hisz a magyar nóta a cigányzenekar kísérettel Hungarikum, tehát ezt le kell szögezni, hogy ez már most nem egy ilyen valamilyen oldalra ága az egész műfajnak.
És hát a műsorvezető pedig most is az lesz, a Pölösi János, aki Kecskemétről jön, majd elmondok róluk is egy pár mondatot, hogyha oda jutunk. Úgyhogy arra is figyelünk, hogy igen, az összekötő ember is, úgy mondjam, a műsornak az összefogója, szerkesztő, illetve vezetője, az is színvonalat tudjon adni. Tehát nem csak, hogy kijön és bemondja, hogy melyik énekes következik, hiszen akkor csak egy műsor közlő lenne, azt meg tudná csinálni bárki, hanem szeretjük azt, hogyha egy kicsit humorosan, kicsit ugye vidámabb formában vezeti a műsort. Díjas klub, akkor ezek szerint 2015, illetve hivatalosan 2017 óta, ezt akárhogy is nézzük, 7, illetve inkább 9 év. Hogy talált egymásra tehát a Nyugdíjas klub és Nótás kapitány? Hát először is a Nótás kapitányunk is a klubunk tagja ez réve, úgyhogy a kapcsolat megvolt, és hát a Nyugdíjas klub tagjai szinte minden rendezvényen részt vettek a régi szép időkben is, és akkor így alakult ki, volt egy együttesünk, de abban az időben még nem szerepeltek a műsorokba, és akkor, mikor a Nyugdíjas klub lett a rendezője a műsornak, akkor attól kezdve az Ezüstfény együttes is lehetőséget kapott minden egyes alkalommal arra, hogy meg tudja mutatni a közönségnek, hogy fejlődik, hogy mit tanult, miket tudnak énekelni. Hány tagja van most a Nyugdíjas klub az együttesnek? Hát olyan 20-22 fő. Na most nálunk is az a baj, hogy nagyon öregszik az énekkarnak is a életkora, tagjainak az életkora, és ezért sokszor van olyan, hogy nem tudnak jönni, pihennek, vagy pont betegek, és akkor nem jöhetnek fel, meg hát nem is vállalják a fellépést akkor, amikor nem érzik jól magukat, és ez nagyon helyes, mert hát nem lehet színpadon rosszul lenni, vagy nem jól érezni magát, és ezért a létszám az változó. De általában 20-22 fő ott van a színpadon. És egy-egy, tehát erre az évi két legnagyobb szabású, vagy legnagyszabásúbb rendezvényre, arra hogy készültök? Egyáltalán milyen gyakran próbál az együttes? Az együttes hetenként próbál, és hát nem csak a Nóta délutánokon szerepelnek, hanem hogyha vannak katonadalfesztiválok, vagy rendezvények, vagy városi rendezvények, akkor ott is természetesen, ha felkérést kapunk, akkor ott van az énekkarunk. Itt egy kicsit beszélgettünk a felvétel előtt. Mi a evolúciója, mi a története annak, hogy te vagy a Nótás kapitány országon belül is, és országon kívül is? Egy kicsit hosszúra nyílik vissza, de próbálom rövidre fogni. Tehát én 2000-ben részt vettem Kispesten egy Millennium énekversenyen, ahol működési engedélyt nyertem, akkor mi kellett működési engedély, és ezt követően szintén már említett Hazadi Zsuzsa néni által kerültem be a Petőfi Rádió műsorába, ahol Tarnai Kis László volt a műsorvezető szerkesztő, és ott hangzott el először az, hogy volt egy Nótás kapitány, Fráter Lóránd a múlt század elején, aki századorosként vált ki annak idején a seregből, eddig bohém életet élt, mondjuk fel is vannak történetek, és hát így fűzte hozzá a Tarnai Kis László, hogy én is századorosként mentem nyugdíjba a seregből, és ugye, mint százados kapitány, elkezdtem nótázni, és így én lettem a Fráter Lóránd után a második nótás kapitány. Ennek a rövid története ez, és ezt követően bárhova megyek országba, ország határon kívül, ott, hát mégis szeretem is, hogy elhangzik, meg a szervezők is általában hozzá is teszik, és úgy jelentenek be a színpadon is, hogy kapivában a nótás kapitány. Az, hogy Szentendre ad helyszínt, most már a PMK, tehát a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színházterme, ez a helyszín, viszont azért ez jóval távolabb, Szentendre határa is bőven kinyúlik. Honnan jönnek? Gondolom, hogy felsorolhatatlan, de azért, hogy honnan jönnek szinte csapatostul, illetve akik Szentendrére is. Igen, hát igyekszem már is sokat elmondani, remélem, de hát nyilván nem tudom felszorolni természetesen így van. Hát nyilván elsősorban Szentendre, és Szentendre környéke, a Sziget, Tahitót falu, Pomáz, Csobánka, tehát a kis térségen belülről nagyon sokan. Ezen kívül jönnek távolabbról is, Vértes-Hacsa, Dunaujváros, Győr, Nyíregyháza, Záhony, Cegléd, tehát Kecskemét,
Tehát nagyon sok kerül, hál' Istennek. Ugyanis nyilván az is lényeges, hogy az énekeseket, akit meghívunk, ezeket ismerik ugye az országban mindenütt, és hát nagyon sok kedvenc is van, amikor eljön akár egy néző, mondjuk így jött be Ceglédiek, és így jöttek, vagy eljöttek a bizonyos énekes után, Nádasdy László után, és azt követően azt mondták, hogy a színvonalas műsor eljönnek máskor is, ha nincs itt a Nádasdy László. Vagy ugyanezt mondhatom Nyíregyházi vagy az Áhonyiakról, hogy olyan énekes volt meghívva Nyíri Szabó Sándor, akit szeretnek, és eljöttek, és utána azt mondták, hogy eljönnek máskor is. Tehát ez valahogy így alakul ez ki, és természetesen különböző hát ugye csatornákon keresztül, nem akarok neveket mondani, hogy reklám probléma legyen, ugye a mai számítógép világban már nagyon sok felé elmennek ezek az órólapok, és hát tudom, már szereznek róla, és jönnek a telefonok, hogy ennyi egy kellene, annyi egy kellene, és eljönnek. Tehát ez valahogy így alakult ki, hogy ugye én is, hogy járom az országot, engem is sokan ismernek, nyilván miattam is jönnek, megmondom a meghívott vendégek után, sok helyről eljönnek, és utána itt ragadnak, hál' Istennek, és azt mondják, eljönnek máskor is, ez a lényege. Tehát most is mondtad, hogy sok helyről jönnek, van-e valamilyen trend az egészben, van-e célzott korosztály, illetve mi a tapasztalatotok azzal kapcsolatosan, hogy mennyire vegyes az a korosztály, uh-huh. akik mondjuk már azóta így kezdenek becsúszni a közönség uh-huh. köreibe? Hát nyilván a célzott korosztály az ugye a 60-as, 60 pluszosok elsősorban, mert beszélgettünk már a jó előbb is róla, hogy ők ugye azok, akik még már jobban ismerik a dalokat, jobban bele vannak érve, de célzott közönség nekünk a fiatalság is, hiszen az előadók között is mindig vannak fiatalabbak is, akiket meghívunk, és éppen ezért ők bevonzák a fiatalabbakat. Volt olyan például, itt már lehet, hogy elmondtam, valaki emlékszik, bocsánat, ismétlem, felhívott egy hölgy pár évvel ezelőtt, hogy szeretne eljönni erre a műsorra, hogy fiatalok jöhet neke. Hát természetesen, mennyi, hány éves tetszik le? Hát ő 40 plusz. Hát mondom, hogy ne? Hát örülünk, ha ilyen fiatal. Azóta jár a műsorra. Mert hogyha most hallja a riportot, magára ismer. És valóban vannak ilyenek, hogy van, aki úgy gondolja, hogy nem valahol, aki mondom, mert fiatal vagyok. Nem. Aki a nótát szereti, akinek a lelkét megérinti, bármilyen nóta, mert előbb-utóbb mindig lesz egy olyan nóta egy-egy ember életében, ami megérinti, akkor azokat nagyon szívesen várjuk, és szeretjük, ha itt vannak. Mire számíthatnak, akik október 5-én jönnek? Mindig ugyanolyan színvonalas, tényleg évtizedes, több évtizedes története van. El lehet árulni, hogy kik lesznek a vendégek, ki lesz a vendég. Így nagyjából a műsor menetét, hogy gázolnád. Kicsit puskázok akkor. Persze. Tehát még egyszer mondva akkor, hogy október 5-én a Hamvasbilla Pest megyei Könyvtár Színház termében 15 órakor, a Szentendre Pátriárka utca 7 szám alatt van. A fellépő vendégek, hát a legismertebb és legprominensebb személy a Szóka Júlia, aki Érdről érkezik. Ő Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán énekművészként végzett diplomádott, Operett Színháznak a primadonnája. Egyik legismertebb művelő az Operettnek is, hát azon kívül klasszikusokat is, örökzöldeket is, magyar nótákat is nagyon magas színvonalon énekli. Érden lakik, és az érdi Lukin László zeneiskola tanára. Tavaly kapta meg a Donkó Pista életműdíjat. Ő lenne az egyik hölgy, a másik Gáspár Anni, ő járt már nálunk, a Szóka Júlia mi nem volt nálunk, ezt nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást. Gáspár Anni már volt nálunk talán 2 vagy 3 éve, ő többszörös versenygyőztes, Miskolcról fog érkezni. Őt nagyon megszerette a közönség egyébként, úgyhogy ezt hozzá kell tenni. Egy viszonylag fiatalabb korosztály a következő, aki még nem járt nálunk, évek óta beszéltünk már róla, volt is, hogy meghívtam, de valami már nem tudott eljönni, ő a Smidélius Éva, ő Budapestről érkezik, kiváló aranykoszú díjas énekes előadó művész. Őt majd remélem meg fogja ismerni, a közönség is szívébe fogja zárni. Ez a 3 hölgy van, a férfiak közül pedig hát a járt már nálunk szintén, Gomba községből,
Szegedi Csaba, aranykuszurus magyar nóta énekes, 2016-ban aranycínegen óta versenyféfi énekes győztese volt, Gomba község alpolgármestere, és különböző más társadalmi beosztásra is vannak elég szép színvonalak, magas beosztások, ezt nem akarom felsorolgatni. Nótás és hagyományőrző, vagy hagyományteremtő rendezvények, programok és Kárpát-medencei kirándulások szervezője. Tehát elég mozgalmas életet él. Hát a másik férfinek ez az én vagyok, engem ezt nem kell bemutatni, közönségnek az előbb már beszéltem magamról, és itt jön ugye a műsorvezető Pölös János, aki már járt nálunk többször, ő magyar nyelv és irodalom, mozgókép, médiakultúra, drámapedagógiai szakos tanár. Tehát nem véletlen az a stílus, amit ő képvisel, minősítő, szakértő, tanfelügyelő, mestertanár. A Kecskeméti Katona József Színház tánctagozataként működő Kecskemét City Ballet művészeti titkára. 15 éve sajátos stílus vezet a műsor, tehát ilyen stand-upos elemekkel tűzdeli, ahogy mondtad te is, hogy kellemes volt is, és nyilván ez az, mint egy önálló produkcióként adja már ezeket elő, és ez a varázsa, és ezt egyre jobban, egyre többen kedvelik, egyre jobban, többen kérik, hogy ő legyen a következő, ő legyen megint a következő műsor vezető. Hát a zenekarról csak egy pár szót váltottam, vagy mondtam, Nyári László primás, ő a Rajkó zenekar művészeti vezetője, hegedű tanár, és hát ő lesz a öt tagú cigánzenekarnak a vezetője, és hát ahogy visszatérő még egyszer a színvonal, én bízom benne, hogy ezek az előadók, ezek megint csak biztosítani fogják, és az a jó, amikor kijövünk a műsor végén az irénkével, akkor vége az egésznek, és kimenjünk az előtérbe, és mennek el az emberek, és látjuk azt a vidám mosolyt, azt a feldobott hangulatot, és akkor mindig azt mondják, na eddig ez volt a legjobb. Na még így megy a közönség, akkor addig érdemes csinálni. Szoktuk mondani, szoktam mondani biztosan, hogy mondják, hogy a közönség állva tapsolta a műsor végén, nálunk is elő szokott fordulni, nagyon jó közönségünk van egyébként, mondhatni szakértő közönségünk. Biztosan szoktam mondani, hogy az semmi, nálunk a közönség állva távozik. És ezzel szoktam egy kicsit bózkodni, viccelődni, de tényleg így van, nagyon jó a közönségünk is, és hát gondolom, hogy most is ilyen lesz a műsor vége. Hát mint egy nagy család. Hát igen, szinte olyanok, igen, mikor kimegyünk, mint a mindenki ismernénk, mindenki szól egy jó szót, vagy mindenki odaszól, oda köszön, vagy oda jön. Úgyhogy nagyon jó érzés az, hogy kimenni az emberek közé, és látni azt, hogy jól érezték magukat. Tehát nagyon sok személyes kapcsolat, személyes ismeretség van, tehát nagyon kevés, egyre kevesebb az a nézők között, akiket akkor látunk először. Szerencsére mindig van, és ez ennek én örülök, hogy mindig van. Most a múltkor is volt egy Németországból telefonált egy illető, hogy neki kellene két jegyen a műsor, édesanyjával el szeretne jönni. Meg is lepődtem, hát Szentendrei kiderült, csak ott él kint. Már most 80 jönnek. És ők is mindig úgy támasznak, hogy ez volt a legjobb. Ez volt a legjobb. És akkor van egy olyan nézőnk is, aki mindig hozott személykocsiba jöttek, hozta a szomszédot vagy az ismerősöket, és most a legutolsóra oda jött hozzám, azt mondja, képzeld el, most már egy kis busszal jöttünk. Igen. És ez nagyon jó érzés. És addig, míg így van vége egy műsornak, addig érdemes csinálni, és kell is csinálni, én úgy gondolom. Mindenki töltődik. Ti is igen, a színpadon nézők is a nézőtéren, igen. Azt hiszem, hogy ránk fér, mindenki igen. Ráfér. Még annyit talán a Kecskeméten Ótás barátom, a Fejős Jenő mondása, úgyhogy mondtam is neki, hogy elloptam tőle ezt. Nekünk ezen az előadáson kell megalapoznunk a következő előadásnak a nézőterét. Hogyha ez az előadás olyan színvonalú, akkor a következő évben fognak jönni a nézők, ha viszont nem, akkor el fogjuk veszíteni őket. És mi erre figyelünk, erre igyekszünk figyelni. Hát azért ez a kérés az nem ilyen, hanem ti állandóan, színvonalasan lehet számítani a jó hangulatra. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor izgatottan várjuk október 5-ét a PMK-ban. Köszönjük szépen a lehetőséget. A meghívást. És még annyit, hogyha hozzá lehet tenni, hogy a szórólapon találnak két telefonszámot, mind a kettő az enyém, a vezeték és a mobilos, ezen lehet közvetlenül nálam a jegyet rendelni, nem kell eljönni érte, hogyha főleg távolabb, akik névre szólóan, helyre szólóan félreteszem, és ott a helyszínen a műsor át lehet venni, tehát még kényelmi szempontból is talán jobb. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük. Nagyon, hogy itt voltatok.
Tímár Sára junior prímadíjas énekesnő neve ismerősen csenghet a hazai népzenei és világzenei életben egyaránt, hiszen számos formáció tagja évek óta. Nyári fellépéseiről és a közelgő tervezett koncertjeiről beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt lehetek. A neved ismerősen csenghet mindenkinek, egyrészt mert már többször voltál itt, másrészt számos népzenei és világzenei formációban énekelsz hosszú évek óta. Mesélj egy picit a te életedről, hogyan kezdődött ez az egész? Én Szentendrén nőttem föl, úgyhogy nagyon-nagyon szoros kötődésem van a városhoz, és az egyetemi éveim alatt el is költöztem Budapestre, ugyanakkor azt hazajártam dolgozni, tehát pont ahogy elköltöztem, úgy kaptam lehetőséget arra, hogy én vissza is térhessek, és a családom is itt él, mindannyian itt vagyunk. Nagyon szeretek a zeneiskolában dolgozni, nagyon szeretem ezt a légkört, ami itt a városban van, és ezért is gondoltam arra, hogy a családalapításkor mindenképpen visszatérek, és itt nevelem a 3 éves kislányomat a férjemmel. Pont most kezdett óvodába járni, a Bimbó úti óvodába, úgyhogy azt kell mondanom, hogy nagyon azt érzem, hogy így szívemben büszke szentendrei vagyok. És nagyon nagy öröm az, hogy a városban dolgozó pedagógusok nagy támogatással voltak jelen abban, hogy az énekesi karrieremet előre vigyék. Ha lehet így mondani egy gyerek életében, de tényleg hetente vittek fellépni versenyekre, és különböző iskolai rendezvényeken is próbáltak mindig nagyon bevonni. Például 8 évig a Szentendrei Református Gimnáziumba jártam, és minden héten a heti éneket én énekeltem elő a rengeteg gyereknek a templomban. És ez is adott egy óriási rutin nekem, hogy a kottát, ugye én is akkor kaptam meg, hogy mi lesz a heti ének, hogy le kellett blattolnom, tehát nagyon nagy rutinra tehettem szert ezeken a fellépéseken és versenyeken. Nekem Szorák Katalin volt a zeneiskolában a népi énektanárom, és a Református Gimnáziumban meg Lázár Enikő oktatott, úgyhogy jó kezekben voltam, és mondom, az összes pedagógus azon volt, hogy minél gazdagabb tapasztalatra tegyek szert. A templomi éneklés hova tartozik elsősorban? Te ugye népzenei dallamokat is, motívumokat is énekelsz, és világzeneit is. Azt el tudom képzelni, hogy a népzene és a világzene között nagy az átjárás. De hogy kerül ebbe a templomi éneklés? A családom tagjai között rengeteg lelkész található, és olyan ölelő közegben nőttem föl, ahol az éneklés és az egyházi anyagoknak az éneklése egy mindennapos dolog volt. Nem csak a születésnapokkor, hanem minden lefekvéskor, ebéd előtt énekeltünk. Amikor a családi összejövetelek vannak, akkor is rengeteg ilyen közös éneklés volt. És ez nagyon fontos anyaga az életemben, ez az egyházi szakrális anyag. A szakdolgozatom témájául is választottam azt, ahogyan a nép ajkán tovább élnek ezek a dallamok és szövegek. És mivel kicsi gyerekkoromtól kezdve tanultam a népzenét, mert látták rajtam, hogy nagyon fogékony vagyok rá, és nagyon gyorsan tapad rám, illetve nagyon kitartóan bújom ezeket a köteteket, és a díszítéseket, meg a szövegeket kerestem, és minél izgalmasabb anyagokkal akartam közelebbi viszonyba kerülni. Tehát ezt látták rajtam, ezért a szüleim is nagyon támogattak abban, hogy ezt minél mélyebben tudjam tanulni. Most egy kicsit elkanyarodtam, de azt szerettem volna mondani, hogy mivel a népzene is már egy ilyen velem született anyag, és az egyházi zene is a születésem óta velem van, ezért azt éreztem, hogy nekem szükségem van arra, hogy ötvözhessem ezeket a zenei anyagokat. Ugye az egyik az egy ilyen szájról szájra terjedő, kicsit improvizatív, persze a maga keretein belül a magyar népzene az. Sokszor mondjuk, hogy hát ugye azért meghallgatjuk a gyűjtést, és akkor van egyfajta dallama, de ugye minden ember ajkán valahogy egy kicsit variálódik, és mindenki a saját gondolatait is így belefűzi. Persze egy szigorú szűrője van a hagyományos kultúrának, tehát nem énekelhettek akármiről, és nem variálhatták csak úgy kényükre, kedvükre, de van egy kategória, egy ilyen határ, amin belül mindenki a saját érzéseiről énekelhetett a saját hangján.
És az egyházi anyag pedig egy mindenki által ugyanúgy énekelt, kottában lerögzült anyag. És iszonyatosan izgalmas volt számomra, hogy hogy történhet meg az, hogy a nénik a templom falain kívül otthon takarítás közben, munka közben ezeket éneklik, és átvariálják, és a saját például kalotaszegi díszítésekkel látják el. És az jutott eszembe, hogy ha ők ezt megteszik, és én népdalénekes vagyok, és én nekem a népzene is nagyon fontos, akkor mi lenne, hogyha ezeket a kottában lerögzült anyagokat népi hangszerekkel látnánk el, és különböző egyéb hangzásvilággal látnánk el, mint hogyha mondjuk egy táncházban lennénk, úgy éneklem ezeket a szakrális dalokat. Persze nem tudom, hogy mennyire botránkoznak meg rajta mindenkinek, ez egy ilyen szubjektív dolog, hogy mi az, ami belefér. Én nekem nagyon-nagyon tetszenek ezek a dallamok így. Volt már negatív tapasztalatod? Mert hát aki ilyen gyönyörűen énekel, mint te, azon akkor se botránkoznak meg, hogyha időnként változásokat csempész bele az anyagaiba. Volt már? Fú, igazából ugye magát a dallamokat és a szövegeket nem csorbítottam, tehát az egy az egyben autentikusan úszólal meg, ahogyan megszülettek, viszont szerintem az idősebb korosztály között találhatóak olyanok, akik így idegenkednek tőle, és én azt gondolom, hogy nem is szeretnék mindenkinek megfelelni. Tehát, hogy ha valaki a popzene irányába húz, akkor ő hallgasson olyan feldolgozásokat, de nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, és nagyon örülök, hogy például itt a Szentendrei nyitott templomok hétvégéjén meg tudott szólalni ez a zenei anyag pár nappal ezelőtt, és mesélj erről a rendezvényről, mert ez egy csodálatos rendezvény volt, ahol te is felléptél. Igen, maga a rendezvény az egy tényleg egy fantasztikus kezdeményezés, hogy a Szentendrén rengeteg templom található, és hogy mindegyik felekezetet bevonni, és a közönséget úgy behívni, hogy nem egy mondjuk egy istentiszteletre akarják őket megszólítani, hanem egy kicsit nyitottabbá tenni, és bemutatni magát az épületet, bemutatni azt, hogy ők hogyan működnek, milyen gondolatiság van mögöttük, és különböző zenei, meg egyéb programokat szerveztek. Ennek a keretén belül szólalt meg a Református Hálainek Népzenével című lemezünk anyaga a Szentendrei Református Templom kertjében. Tehát ez egy szabadtéri előadás volt. Egyébként hangosítva, tehát a zenekaroddal. Így van, igen, a zenekarom kísért, mi hatan vagyunk. Nyugodtan vedd elő a papírt, és akkor hallgassuk meg, hogy kik a zenekar tagjai. A zenekarom tagjai Hargitai Halászi Lehel, ő furujázott és dobolt. Szabó Dániel a cimbalmasunk, de most helyettesítette a világhírű Balogh Kálmán, és Sós László brácsázott velünk, Lelkes András bőgözött, és primásunk Nyitrai Tamás. Akkor megy ez kívülről is. Elárulhatjuk a nézőknek, hogy biztos, ami biztos, ide készítettünk egy papírt, hogy fel tud sorolni, hiszen annyi produkcióban veszel részt, hogy ez csak egy formáció. Mesélj még a többi munkádról is. Igen, igazából amiért a papírt ide készítettem, az egy másik műsor, mert újra bemutatkozunk itt Szentendrén egy másik anyagunkkal. Ugye mi alapvetően autentikus magyar népzenét tanultunk a Zeneakadémián, és mindannyian azt érezzük, hogy ez az origó az életünkben. Az autentikus magyar népzenét visszük a világon mindenfelé, koncertek formájában, táncházak, vagy mesterkurzusok formájában például. És hát én 14 éve éneklek a Sebő Együttesben, ahol versmegzenésítéseket szólaltatunk meg, és hát fantasztikus élmény Sebő Ferenctől tanulni ennek a csinyát, binyát. Nagyon nagy hatással volt rám az ő zenéje, továbbá a Misztrál és a Kaláka zenekarokon nevelkedtem, tehát a versmegzenésítés nem volt idegen számomra, és már kamaszként nagyon megszólítottak ezek a szövegek. Úgyhogy azt éreztem, hogy én is nagyon szeretném magamat megmutatni dalszerzőként, mert nagyon sok ilyen dallam motoszkált bennem, amiket csak így improvizálgatok, és mire tudatosult bennem, hogy de hát ezekből csinálhatok saját zenét, addigra az is tudatosult bennem, hogy a versekkel is szeretnék dolgozni, úgyhogy amikor a kislányom született, akkor ezeket így elkezdtem magamból így kidolgozni, és Szabó Dániel, a cimbalmosunk lett a szerzőtársam, és végül én egyébként azt gondoltam, hogy
majd egy ilyen nagy színpados, fesztiválos műsort fogok összeállítani, és hát rá kellett jönnöm arra, hogy teljesen más dolgok szólalnak meg belőlem, úgy, ahogy például a református anyagnál is, azért ez egy bensőséges téma. Itt is a végeredmény, azt érzem, hogy egy nagyon mély témát sikerült megpendítenünk, a halál utáni élet, a tudatosodás, az öröklét. Mindezt egy világzenei köntösbe bújtatva, tehát végül is könnyed tálalással, de amellett, hogy ez egy ilyen könnyed zenei forma, nagyon Vörös Sándor verseivel sikerült, úgy érzem, hogy nagyon mély témákat érinteni. Egyrészt azt gondolom, hogy a Kaláka zenekar folytatása akármilyen mennyiségben is jó, ha megvalósul ebben az országban, hiszen én is azon nőttem fel, és imádtam, és origónak tartom. A másik kérdésem az, hogy azt mondtad, hogy a gyereked születése után, megváltozott a gondolatod, bátrabb lettél, vagy pedig azért a Vörös Sándornak a gyerekverseit gondoltad, hogy megzenésíted? Hát igen, egy barátnőm mondta, hogy na, gyermeket született, jöhetnek a gyereklemezek, és nem ez történt, hanem pont így a legmélyebb felnőtt témák buzogtak elő belőlem, és ez biztos, hogy nem véletlen. Tehát egy gyerek egy születés alkalmával előtérbe kerül az elmúlás is. És ez egy nagyon furcsa élmény, hogy valakit a világra hozok, aki ugye az emberi létben, egy keretben tud élni. És én hiszek abban, hogy ez a földi lét nem a végállomás. Hiszem azt, hogy a halál után van életünk, és nagyon nagy igényem volt arra, hogy ne egyházi szövegeken keresztül énekeljek erről, hanem valahogy teljesen elvonatkoztatva, és Vörös Sándor kiválóan, gyönyörűen fogalmaz ezekről a dolgokról, nagy példakép, nagyon sokunknak szerintem, nagyon sokan nyúlnak az ő költészetéhez, nem véletlenül. Kányadi Sándornak is feldolgoztuk egy versét, és kettő dallamra megkértem a férjemet, Hargitai Halászi Lehelt, hogy ő írjon verset, azok is csodálatosak lettek. Úgyhogy az Ének a határtalanról címet viseli ez a lemez, és hát egy különleges élményben lesz részünk. Szeptember 27-én, ha jól emlékszem, akkor szombaton lesz egy kiállítás megnyitó, ugyanis a Mank galériában nyílik egy rendhagyó kiállítás, ahol a mi zenénkre reflektáló képeket, festményeket fognak kiállítani, installációkat, és hát ez egy évvel ezelőtt született meg bennem ez a gondolat, meg is kerestem Sipos Tündét, aki a kiállításnak a kurátora lett, és nagyon nyitott lett rá, ugyanis szeretnék kiadni egy ilyen rendhagyó lemezt, ahol ezek a festmények vannak felsorakoztatva, és a hallgató úgy tudja hallgatni a lemezt, hogy közben vizuálisan néz festményeket, amik néha ilyen körszimbólumok van, nagyon sok körszimbólum jelenik meg a festményekben, ugye ezzel érzékeltetve a körforgást, az élet folytatódását, a végtelent akár, és hát nagyon sokféle kortárs alkotónak a festménye fog megjelenni. Udvardi Erzsébet a kivétel, aki ugyan azért nem annyira rég hunyt el, úgyhogy végül is őt is nevezhetjük kortársnak. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas megnyitó lesz, hiszen a hallgatóság közben tudja a festményeket is nézni. Amikor ezt, tehát ez egyetlen egy alkalom lesz, és ezt később ki tudjátok-e adni, hogy bárki hozzáférhessen? Tehát egy videó formájában és hozzá zene. A videó nem rossz ötlet, eddig ez nem jutott eszembe. Egymás után vágva, szépen összemontírozva nagyon a képek. Nagyon köszönöm az ötletet. Meg fogjuk jelentetni így is. Egy füzetes kiadvány meg fog jelenni, ahol a lemez formájában ugye magával tudja vinni az a vásárló ezeket a zenéket, és a képeket közben tudja nézni. A kiállítás az igazából az ott marad még, ilyen QR-kóddal fogják tudni hallgatni mellé a zenét a látogatók. Tehát egy-egy kép, egy-egy zene? Nem, több kép. Uh-huh. Több kép lesz kiállítva, illetve lesz majd animáció is Kondor Attila által. Hoztam egy-két nevet, hogy ne felejtsek ki úgy nagyon senkit. Szabó Imola, Palman Zsuzsi,
jönnek illusztrátorok, a Szentendrei régi művésztelepről is lesznek alkotók, Martin Henrik és Horváth Lóci Judit, továbbá Verelics Kata, Jakatics Szabó Veronika, biztos kihagyok még alkotókat, a Tünde nagyon-nagyon szépen, Sipos Tünde összeválogatta ezt a kiállítást. Azt mondta nekem, hogy meglepetéssel is készült, mert olyan megszólaló zenés tárgyakat is kiállít, ami eléggé rendhagyó. Például egy ilyen lemezlejátszót is fog, amit a nézők tudnak a Verklit így használni, és akkor különböző zenék fognak megszólalni, vagy van egy ilyen Bartók Bogár gyűjtemény nevű ilyen megszólaló tárgy, úgyhogy tényleg nagyon izgalmas lesz, és borzasztóan várom, és kíváncsisággal tölt el, hogy milyen lesz ezt így végignézni a zenéimre reflektáló műtárgyakat. Egyébként Szentendre amúgy is híres arról, hogy sok olyan rendezvénye van, ahol összművészeti témákat dolgoznak fel. Tehát együtt jelenik meg a zene, a beszélgetés, a filozofálgatás, a képzőművészet. Mit gondolsz? Ahhoz, hogy elérjük az embereket egyre nehezebb ebben a rohanó világban, ahhoz az összművészet segít? Vagy pedig aki az egyik tekintetben művész, az könnyebben nyúl át, és nagyon könnyen formálja a saját hangjára, a saját képére, attól függ, hogy melyik képzőművészeti, vagy melyik zeneművészeti ágról van szó. Én rendszeresen igyekszem ellátogatni Juhász Annának a Sanctum estjeire, mert ott azt tapasztalom, hogy annyira jó meghallgatni a festőket, alkotókat, zenészeket, hogy kit mi inspirál, és mi ez a szent tér, ami mozgatja, hallgat-e zenét, akár mondjuk egy szobor készítése között, és kiderül, hogy nagyon nagy hatással van kölcsönösen mindenkire az, hogy akár vizuálisan milyen élményei vannak, például egy zenére ez nagy hatást tud gyakorolni. Vagy több festő beszélt arról, hogy milyen jellegű zenéket tud hallgatni, és szeret alkotás közben. És szerintem valahogy ezeken az estéken fogalmazódott meg bennem ez, hogy ez az összművészetiség Szentendrén is jellemző, de az én életemben is, és nagyon szeretném, hogyha ez így létre tudna jönni. Úgyhogy ez egy fantasztikus ajándék, hogy ez meg is történik. 3 éves a kislányod. Szerinted tovább viszi-e a te utadat? Pont tegnap volt egy órát kellett várakoznunk valamire, és próbáltunk játszani ott, hogy mit is csináljunk, és mondta, hogy ő mikrofonba szeretne énekelni. Úgyhogy végül ez volt a program, hogy fölváltva énekeltünk mikrofonba, és olyan ügyesen improvizálgatott meg. Olyan megható tényleg így kívülről látni azt, hogy hogyan bontakozik ki egy élet, és nincs semmilyen elvárásom a tekintetében, hogy ő kivé válik és mivé válik, hiszen én is azt kaptam otthonról, hogy figyelni azt a születő egyéniséget, és abban, amiben tehetsége van, abban segíteni őt. Úgyhogy én is ementén szeretném majd nevelni a kislányomat, de valóban érdekes azt megtapasztalni, hogy úgy a népzenéhez húz nagyon. És nyilvánvalóan ezt hallgatta a pocakomban, de azért más jellegű zenéket is hallgatok, de ő nagyon-nagyon elhivatottan a népzene irányába megy. Hát kívánom, hogy cseperedjen fel úgy, hogy még sok-sok zenei stílust tőled meghallhasson, és megtanulhasson, és megszerethessen. Köszönöm. És szeptember 27-én pedig hány órakor várjátok a Mang galériába az érdeklődőket? 18 órától. Este 18 órától erre a nagyon szép rendezvényre. Remélem, hogy mi is ott tudunk lenni. Köszönöm, szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttél. És most jöjjön egy kis programajánló. Antik és lakossági bolhapiac és helyi kézműves vásár lesz most szombaton Szentendrén, reggel 7 és délután 3 óra között a Bükkös patak mellett. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Ez volt mára a Művészváros, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!